de szeretnénk az jóságáról más módon is megemlékezni, úgyhogy a ma délelőtti Isten tiszteletünk beszélgetős jellegűs lesz. Hívtam néhány vendéget, hogy beszélgessünk kicsit arról, hogy mit jelent számukra a közösség, a közösséghez tartozás, és előre elmondom, hogy velem együtt mindannyian bontott téglák lesznek. A szakzsargonban ez azt jelenti, hogy nem ez az első gyülekezetük. Hogyha szebben akarom megfogalmazni a próféta szavaival, akkor ugye azt mondja a próféta, hogy sokáig hevert cseprején Moab, és ideje volt, hogy áttöltsék egy másik palackba, mert ugye a borászatnál én nem vagyok nagy szakértő, ma lesz valami bortúra, igaz? Nem? Vagy lesz? Szokott lenni keddenként. Szóval nem vagyok nagy szakértő, de úgy van, hogy hagyni kell a bort ürepedni, és aztán át kell egy másik tömlőbe, palackba szivattyát. Vannak itt szakértők, bólogatnak, ezt jó jelnek veszem. Át kell tölteni egy másik palackba, hogy letisztultabb legyen a dolog lényege. Négy emberrel beszéltem, az elsőt kifejezetten azért kértem meg, mert évek óta be nem tenni a lábát egy gyülekezetbe. Időnként belenéz a közvetítésekbe, meg bekukucskál ide-oda, amoda, de őt ez megerősíti, hogy nem teszi be lábát gyülekezetbe. És kíváncsi lettem volna, hogy ő benne mi zajlik, miért, stb. És meg is beszéltem vele, de ő egy integráns, következetes ember, és nem jött el. Tehát erről most lemaradtunk. De azért vannak mások, akiket orvul megkerestem és megkérdeztem. Úgyhogy megvárom, míg a tantusz mindenkinek lecsörög, igen, és akkor lehetünk tovább. Viszont vannak olyan emberek, akik vállalkoztak, és remélem nem is hagytak cserben, amit itt vannak, és szeretnénk velük megismerkedni, és velük egy picit beszélgetni. A módja az lesz, hogy ezt innen elteszem, kiteszünk ide négy széket, kapunk majd még egy mikrofont, és akkor úgy beszélgetnénk, hogy én mindig kihívok egyet, egy picit beszélgetünk, aztán a következőt, és a következőt, és a végén aztán majd úgy négyesbe beszélgetünk. Köszönöm szépen, már látom a szellem vezetését, vették a testvérek, a igazi szolgáló testvérek. Még két szék kellene, ha csak nem akarunk törökülésbe. Jön az, és ez az tüzes szekéren érkezik a harmadik szék, nagyszerű. És az első beszélgető partnerem, régi harcostársam, remélem mondhatom, barátom, ösmerősöm, akivel sok küzdelmet, harcot vívtunk meg válvetve az idők egy bizonyos időben, és Montvai Zoltánnak hívják, és szeretném a Zolit kérni, hogy gyere akkor. Mivel mi viszonylag jól ismerjük egymást, ezt odaadom, ez már szól. Akkor magázódjunk. Hova üljek? Ide? Sziasztok! Igen, tehát mivel mi már viszonylag jól ismerjük egymást, de nem biztos, hogy a jelenlévők vagy a csőben nézők az a testvér, aki nem teszi be a lábát, esetleg néz bennünket, hogy ő is ismer, mivel hogy ugye a lábát nem teszi be. És szeretném először azt kérni, hogy mondd el annak a történetét, ahogy az Úrral találkoztál. Másfél-két óra. Röviden. Oké. Okay. Én szeretném először megköszönni annak, aki a szöveget vetíti ki. Elképesztő profi, és annyi számít. Igen, megérdemli a tetszőt. És komolyan mondom, hogy neked kéne egy tanfolyamat szervezned, ahova más gyülekezetekből elhívtok embereket, és megtanítjátok. Nem, tényleg, komolyan. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Ja, hogy tértünk meg? Röviden. Mi volt az a pont, amikor érezted, hogy Isten az, aki megéri? Ez a bemerítkezés, amikor történt. És odáig hogy jutottál el? Kint voltam Izraelben, és teljesen materialista, és a háttér 20. században, ugye ez, én nem vagyok már annyira fiatal, Istenben hinni, hát az a röhely tárgya volt, tényleg hagyjuk egymást békén ezzel. De ugyanakkor meg az életemnek semmi értelme nem volt, és marhára szenvedtem attól, hogy minden nap föl kell kelni, és tudtam, hogy egy nap meg majd nem kelek föl, és akkor ez az élet. Tehát, hogy és közben meg szívás. És egy éjszaka volt egy álmom, teljesen ateista, materialista módon,
És valamit éreztem, amit azelőtt soha életemben nem, meg sem tudtam nevezni, hogy mi is ez a dolog. Ma már tudom, hogy ezt úgy hívják, hogy az Istennek a békessége egyszerűen betöltötte a szívemet. És hát ezt most egy picit félve mondom, és hogy a házasság előtt vagy, akkor kérlek, ne vedd ezt egy tipikus példának. De nálam ez úgy történt, hogy Isten a szívembe égette, hogy el kell vennem feleségül egy lányt. És neki is szólt. Akkor nem Tel Avivban voltál, mert akkor egy fiú. Ha Tel Avivban lettél volna, akkor lehet, hogy azt mondta volna, hogy egy fiú. Petach Tikvában laktam akkor, ami azt jelenti, hogy a reménység kapuja. És akkor hazajöttem, ő akkor Angliában volt, én Izraelben voltam. És egy konkrét személy volt, igen, osztálytársak voltunk a gimiben, és nagyon jó barátok. És aztán hazajöttem, és mondtam neki, hogy figyelj, hát el kell, hogy vegyelek feleségül, mert van valami, ami nekem kell, nem tudom mi az. És mondta, hogy jó, rendben van, mert közben Isten neki is szólt, hogy én leszek a férje. De mondta, hogy ő akkor már megtért, és mint 3-4, vagy talán akkor már egy hónap, vagy egy éves keresztény volt, nem emlékszem pontosan, ő tudta, hogy ő csak kereszténhez mehet hozzá. Úgyhogy mondta, hogy jó, de akkor nekem meg kell térnem. Mondtam, hogy mi az? Hogy el kell mondani egy imát, és adni kell 50% esélyt Istennek arra, hogy ő válaszol. Tényleg van. Mondtam, hogy jó, rendben van, úgyse fog semmi történni, de én elmondom az imát, mert el kell, hogy vegyelek feleségül. Itt mese nincs. És akkor így ebben maradtunk, elmentünk az akkori gyülekezetbe, elmondtam az imát, és tényleg történt egy természetfeletti esemény, ugyanis elveszítettem a hitemet az ateizmusban. De nem lettem hívővé, és hát ez egy még sokkal borzalmasabb állapot volt, mert most már az a rossz érzés se volt meg, de ami legalább biztos volt. És annyira gyötört ez az egész, hogy két héttel később volt a bemerítkezés, és akkor életemben először a borzalmas szenvedés miatt tényleg felkiáltottam Istenhez, hogy ha vagy, akkor én meg akarlak ismerni, mert ez így kész, tehát hogy ezt nem bírom tovább. És ilyenkor mindig meghatódom. Bemerítkezés kádban történt, és ahogy mentem le, a teljes gyötrelem, a félelem, a bizonytalanság, és hogy jöttem ki, ja, úgyhogy így törtem meg. Vagy ez volt, én úgy gondolom, az újjászületésemnek a pillanata, a teljes hit, a teljes meggyőződés arról, hogy Isten van, de a történet itt igazából csak elindult, és aztán, ahogy elkezdtem olvasni az igét, ott az ember meggyőződésre jutott, és nekem a Prédikátor könyve volt aztán az a könyv, ami ilyen nagyon meggyőző volt, mert láttam, hogy ez a Biblia, ez a valóságról beszél. Tehát, hogy ennek az egésznek úgy, ahogy van, semmi értelme nincsen, és mégis ott volt benne a megoldás. Igen. Én is nagyon át tudom élni, nagyon hasonló dolgon mentem keresztül, leszámítva azt, hogy nem egy lány volt az, aki... Bocsánat, tehát ez a lány 33 éve az én drága feleségem, ezt még hozzá kell, hogy tegyem. Így van. Na hát a következő vendégem, akit szeretnék nektek bemutatni, ő Forgács Zoli, valahol láttalak már, gyere, akkor légy szíves. Jó, és hozzád is most az a kérésem, hogy hadd éljük át veled újra a pillanatot, amikor Istennel találkoztál. Sziasztok, Forgács Zoltán. Hát éppen 30 éve volt. 92-ben Mezőkövesd, szabadtéri alkalom, evangelizáció, és hát ahogy eljutottam már, nyilván az is egy út volt oda, én vallásos háttérbe jövök, megkereszteltek, első áldozó, bérmádkozó, katolikus, de a személyes kapcsolat, a személyes találkozás az hiányzott, és 30 éve, június 14-én, 92-ben, ott ezen a szabadtéri fesztiválon, ami
egy Xbox bajnok, nagyon sokan ismeritek, vagy a régiek ismerik, ő evangelizált, és ott találkoztam az Úrral, találkoztam Jézussal. Ez egy csodálatos esemény volt, és utána én azonnal elkezdtem keresni egy olyan közösséget. Várjál, ugye... azért álljunk meg egy szóra, tehát ezt a találkozást, ezt megtenni. Találkozás, jó. Előtte indult már, mert volt egy, kezembe akadt egy könyv, aminek az volt a cím, hogy Találkozások Jézus Krisztussal, lehet, hogy ismeritek néhányan. Ez olyan személyeket írt le, akik hát hatalmas mélységekből jöttek fel. Hát én meg nem, pont nem ilyen voltam. Tehát egy ilyen átlagos falusi kis, hát degradáló a szó, de paraszt gyerek, aki teljesen átlagos voltam, de mégis megérintett az, hogy ezek találkoztak személyesen, és ez nekem... Ez nekem vonzó volt, és hát így kézen közön eljutottam erre az alkalomra. Itt hirdették az evangéliumot, és ami meglepő, hogy utána körbevett egy jelenlét, ami másnap reggel fölkeltem, ez vasárnapi alkalom volt, mentem korán reggel Melóba, egy gyárba, ahol gyakorlatilag még a szocializmust éppen bontották le ott a 90-es évek elején. Egy vasszerkezett gyártó üzembe voltam akkor éppen minőség ellenőr, és a buszon körbevett a jelenlét. Vettem egy könyvet, elkezdtem olvasni a Bibliát, és körbevette a jelenlét, és nem múlt el. És elkezdtem imádkozni, és ott volt a jelenlét. És azóta is ott van a jelenlét, 30 év óta, és nem múlik el. És ami érdekes volt ebben az alkalomban, ez Mezőkövest városa volt, és 2015-ben ott a környéken táboroztunk az akkori közösségünkkel, és meghívást kaptunk a Gönczi Zsoltiékhoz, talán többen ismeritek, exek ők is, és éppen beszélgettünk ott, és elmékedtünk, és kérdezte, hogy hát ő is, hogy hol tértem meg. Hát mondom, itt a ti városotokban azon az alkalom, ne viccelj. Azt hittük, az az alkalom, az egy totál kudarc. Senki az égvilágon nem jelentkezett azóta az ott lévők. Hát ugye a 90-es évek, éppen tegnap beszéltük, hogy a 90-es évek arról szólt, hogy rengeteg ember meg ismert, vagy valami döntést hozott, és felírták a nevüket, és tehát százak, ezrek tértek meg, és ugye nem sok mindenki maradt meg, vagy talán kevesen. És akkor nagyon meglepődött, utána ott még bizonságot is tettem, hogy én egyedül ott, azóta is ott vagyok abból a evangelizációból, aztán éljük a hívő életünket. És a jelenlét, az megmaradt. Tehát körülbelül a jelenlét téged, és akkor ott azon az evangelizáción mi volt több, vagy mi volt más? Hát, mint hogyha leszállt volna az Isten, akivel idáig a templomban találkoztam, képek és szobrok, meg élettelen prédikációkon keresztül, tehát a személyesség az nem volt meg. Tehát az a személyes érintés, az nem volt. Nem tudtam elképzelni, hogy milyen ez az Isten. Csak egy távoli, ugye fölnéztünk a templomba, a freskókra, hát na most ilyen, oké. Pont vasárnap kell menni a misére, amikor a 80-as években a legjobb gyerekműsorok voltak a fekete-fehér tévén, és néztük volna a legjobb adásokat, ami abban a fantasztikus gulyás kommunizmusban volt, és ott kell lenni a templomba, és hallgatni egy üzenetet.
hogyha ott élet lett volna, éppen nem olyan régen beszélgettünk erről, hogyha élet lett volna ott abban a vallásos, ha élő módon találkoztam volna katolikusként az Istennel, akkor eszemágában nem lett volna. De az a személyes és Isten az valahogy ilyen független, meg ilyen pünkösdi, meg ilyen karizmatikus, meg ilyen nem tudom, ilyen teljes evangéliumi, hogy mindegy, minek nevezzük ezeket a képződményeket, de így ragadott meg. És utána bekerültem közösségbe, meg kerestem, és 45 kilométerre jártam el Nagykátára egy istentiszteletre, mert ott volt ilyen alkalom. És az a személyesség, az élet, az a közösség, az, hogy mosolyognak, ugye klasszikus mosolyognak, hogy valahogy énekelnek fölfelé, és mégis érezni, hogy szeretik az Istent. Ez meg nagyon megragadott. Megkeresztelkedtem, betöltekeztem Szentlélekkel a cégnél, ahol dolgoztam, ennél a vasszerkezetgyártó üzemnek a mellékhelyiségébe töltekeztem be Szentlélekkel munkaidőbe. És hát egyszerűen minden 20 éves voltam, és ez egy fantasztikus történet elindult az életemben, ami odáig egy ilyen lapos volt. És amikor hazamentem egy néhány nappal később az egyik ilyen istentiszteletről, és akkor mondtam ott a szüleimnek, akik hát tényleg falusi egyszerű emberek voltak, megtértem. És miből tértél meg, kisfiam? Hát jó gyerek vagy, hát tényleg nem drogoztam, nem nőztem, nem alkoholizáltam, nem cigiztem, nem loptam, börtönben nem voltam, és tornábú felmentett voltam. Tehát egy jó gyerek. Otthon dolgozgattunk, de egy jó gyerek voltam, és miből? Hát igen, és nehéz volt így megmagyarázni, és még utána évekig kísértett ez a tornából felmentett sztori a gyülekezetekbe is, mert ott is nagyon sok helyen ugye azért ki van emelve az, aki olyan személy, aki valamint hatalmas nagy dolgot csinált, és úgy megérintette Isten. Én meg ilyen egyszerű kis falusi gyerek voltam, aztán megérintett az Úr, és azóta is megérint, és élvezzük. Igen, ugye engem is a személyesség döbbentett meg, mikor először elmentem gyülekezetbe, hogy ezek az emberek úgy beszélnek Istenről, mint a személyes barátjukról. És az úgy voltam vele, hogy ha ezt lehet, akkor ez érdekel. Ez érdekelne. Jól van, harmadik vendégem, Bereznai Rebeka, ő az ifjabb generációt képviseli. Itt vagy? Ez az, érkezik. És ugye mi majd azt mondhatom, hogy mi első generációs megtérők vagyunk, és a Rebi abból a szempontból nagyon izgalmas, hogy ő nem első generációs megtérő, egy keresztény családban nőttél föl, és ugyanez érdekelne, hogy nyilván számodra egy keresztény családban felnőni azt jelentette, hogy Isten evidencia volt, de mégis volt az életedben olyan pont, amikor érezted, hogy megtörtént? Tehát, hogy most ez az, amikor az Isten téged nagyon személyesen megtalált. Amúgy érdekes, hogy ezt tudod, mert ezt még nem meséltem neked, de amúgy tényleg így volt, hogy keresztény családban nőttem fel, és igazából 17 évesen volt egy pont, amikor én személyesen megismertem őt, de amúgy, hát igen, szóval gyerekként meg úgy nőttünk fel, hogy folyamatosan volt input igazából Instáról, meg voltak érintések, amiket kaptunk, így a gyüliben, meg a családban, és ez emlékszel az elsőre, ami ilyen érintés volt? Igen, mert igen. Tudatosan átéltél? Igen. Az így, hát még kicsi voltam, igazából egyedül voltam, mentem a kocsiban. Mennyire kicsi? 12 körülbelül. És akkor megérintett Isten, és akkor így tudtam, hogy te jó Isten van.
de hogy így még nem ismertem, meg így nem volt személyes kapcsolatom, csak ez azért egy jó alap volt, hogy nem a nulláról kezdtem. Aztán ugye, amikor 17 éves lettem, akkor elkezdtem így kamaszodni, meg felnőni, akkor volt egy olyan pont az életemben, ahol több területen így éreztem, hogy jó, el kell döntenem, hogy milyen irányban megyek. Így a suliban, a barátaimmal, a párkapcsolatom, vagy ezen a területen, igen, hogy mit szeretnék, igen. Hogy mit nem szeretnék, milyen irányban menjek, mi helyes, mi nem, és igazából elkezdtem nagyon keresni Istent, meg ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és igazából így szólt hozzám. Milyen értelemben volt nehéz? Hát eldönteni, hogy... Tehát maga a döntést nehézség. Igen, hogy mi a helyes, meg hogy mi az irány, hogy mit szeretnék, hogy akkor én most hiszek Istenben, de hogy ez gyakorlatban hogy valósul meg amúgy, vagy hogyan hat ki az én életemre az, hogy ő van. És ezt így mind eldönteni, hogy jó, én akkor miben hiszek. Szóval igen, amúgy így megérintett Isten, így megszólított, és onnantól kezdve így tudtam, hogy vagy elkezdtem megismerni őt, és volt vele egy kapcsolatom, és így sokkal könnyebb volt így döntést hozni, hogy mit szeretnék, mit nem. Így, hogy tudom, hogy milyen lehetőségeim vannak, meg hogy ha Istennel járok, és akkor ez mivel jár. Be tudnál avatni egy kicsit ebbe az érintésbe? Mondod, hogy szólt hozzád, hogy ezt pontosan hogy kell elképzelni, hogy zajlott ez? Hát úgy, hogy elkezdtem nagyon így keresni őt igazából, vagy nem tudom, hogy van ez, de hogy elkezdtem egy érezni a vonzását is, meg keresni is, ugye, mivel hogy nagyon én válságos időszakban voltam, és egy ponton így, hát így, nem is tudom, így egyedül voltam otthon, és így annyira megszólított, hogy tudjátok, mikor így Isten megszólít, és nincsenek többé kérdéseid, nincsenek kérdéseid, így tudod a dolgokat. Ez egy aranyos, hogy tudjátok. Mert ugye aki átérte, tudja. Aki nem érte át, annak borzasztó nehéz elmagyarázni, hogy ez micsoda. Igen, hát olyan, hogy így elmúlnak a kérdéseim, elmúlik minden aggodalmam, elmúlik minden ilyen rossz érzésem, és egyszerűen tudom, hogy jó, van Isten, nagyon szeret engem, nagyon törődik velem, és hogy én vagyok neki köbben minden. És ugye ez ugye mindannyiunkkal így van, és szerintem ez az alapja így a keresztény életnek, és hálás vagyok, hogy nekem ugye nagyon fiatalon ez így eljött, hogy az, hogy jó, tudom, hogy van Isten egyrészt, fixen van Isten, és hogy ő teremtett meg engem, ő az életemet a kezében tartja, ő vigyáz rám, és minden rendben lesz, és nagyon szeret és törődik velem. És akkor ebből fakadóan ugye sokkal könnyebb így, hát így őt követni amúgy szerintem. Igen, és akkor a kétségek elmúlnak, egyszerű a döntés, tudod, igen. Hogy merre van az előre, és akkor igen. Könnyebb ilyen módon élni. Akkor még egy picit maradjunk nálad, és rátérnék arra, hogy a te életedben maga a keresztény közösség, az milyen szerepet játszott? Jót, rosszat, előnyei, hátrányai, az, amit nem szerettél, amit szerettél? Érdekes, mert pont most vagyok, szóval ilyen kb. 5 éve tartozom így közösségbe, keresztény közösségbe, így stabilan, és most tartok olyan, vagyok olyan időszakban, amikor így csomó minden ilyen, szóval csomó minden lebomlik bennem, hogy mi az, ami tényleg Isten, meg mi az, ami tényleg valós, meg mi az, ami a gyülekezeten belül is így valós, és külső szemmel is az emberek tudják, hogy jó, ez valós, és emögött van tartalom, és mi az, ami csak ilyen szokás, vagy ilyen megszokás, vagy csak azért csinálom, mert a többiek is csinálják, vagy azért csinálom, mert nem tudom, a barátaim is ezt csinálják, és ez nagyon jó. Szóval, de ami is volt a kérdés? Hogy a közösség számodra mit jelent? Előnyei, hátrányai, mit tett hozzá ahhoz, hogy te az Úrra rá Hát nyilván nagyon megerősített, és szerintem én, hogyha nem tartoztam volna a közösségbe, miután megtértem, így nem biztos, hogy annyira megerősödtem volna. Szóval az, hogy a barátaim is, meg a gyülekezet is hasonló dolgokon ment keresztül, mint én, az így... És mi számított többet, a barátaid vagy a gyülekezet? Hát ez kicsit egy is, nem? Mert a barátaim a gyülekezetből voltak. Csak egy gondolatkísérlet. Nincsenek barátok, csak gyülekezet van. Hát egy hely, ahol mindenki ugyanazt akarja, és mindenki ugye Istent keresi. És ez segít nekem is, hogy Istenhez kapcsolódjak. Szóval közös a cél egy hely. Igen.
Te egyébként nagyon nyitott vagy a szellemi dolgokra, szoktál profétálni, szereted is ezeket a dolgokat, imádkozni személyesen emberekért. Ez hogyan jött, vagy honnan? Hát ugye fiatalkoromban nem tudtam, hogy van ilyen ajándékom amúgy. Voltak ilyen sztorik, vagy ilyen események, hogy megéreztem ilyen durva dolgokat előre, meg álmodtam, és akkor ez tényleg megtörtént, de hogy ilyen ritkán volt. És aztán megértem, vagy Isten megérintett, és olyan volt, mintha így felkeltett volna bennem valamit, és konkrétan az nagyon durva volt, de így egy-két évig, meg így főleg az elején, így annyira érzékeny voltam, hogy így, mint hogy beindította volna Isten ezt bennem, és így folyamatosan álmodtam, folyamatosan megéreztem dolgokat, folyamatosan tudtam, hogy az emberekben mi van, a buszon, mindenhol, hogy mit érez, mi van vele, mi történt. És igazából, ja, ezt jelentette neki. Profétáltam, igen, ez így kibontakozott. Aztán, ja, meg kellett tanulni ezt kezelni, meg jól kezelni, meg használni, meg nem megőrülni tőle, de igen, nagyjából ezt jelenti. Jól van, köszönöm szépen. És akkor most Zolira térnék vissza, ugyanez a kérdésem hozzád, hogy a közösség az életedben az... Tessék? Ja, igen, a Montvai Zoli, mert már régen szólt, hogy szintén a közösségnek a helye, a közösségnek a szerepe, mi az, amit adott, mi volt az, ami nem volt jó, milyen szerepet játszottak a gyülekezetek az életedben, amiben megfordultál? Hát amikor megtértem, akkor én abszolút csak a pozitív oldalt éltem át. Az a gyülekezet, ahol akkor jártunk, mind a mai napig úgy gondolom, hogy egy olyan jó alapot vetett az életünkbe, az én életembe, nevezetesen a Bibliának a mindenek felett való komolyan vétele, ami jó értelemben sínre tett, és teljesen lecserélődött a baráti köröm, a világi barátaimmal megszakadt a kapcsolat, azt hiszem egy se tért meg. Viszont Isten adott helyette olyan barátokat, most is itt vannak, hála Istennek, akikkel azóta is nagyon-nagyon mély és őszinte barátságunk van. És aztán, ahogy az ember olvasta a Bibliát, és növekedett, és csecsemőkorból már az ifjúkorba tért, és meghallott bizonyos különbségeket az ige és az esetleg elhangzó tanítás között, akkor felmerültek kérdések, és aztán eljött az a pont, amikor hát döntést kellett hozni. Mi alapján a közösséghez ragaszkodom, vagy a Bibliához. Mi alapján hoztad ezt a döntést? A feleségem megmondta, hogy mi legyen. Bocsánat, nem. Az ember látta, hogy vannak bizonyos problémák. Ez most szól? Próbálj belebeszélni. Oké. Okay. Wow. Tehát, hogy voltak bizonyos problémák, és nem is a problémák jelentették az igazi gondot, hanem az, hogy amikor az ember ezt felvetette, és megpróbált rá válaszokat találni, akkor milyen reakcióval kellett szembesülnie. És akkor úgy éreztem, hogy a gerincemet akarják összetörni, az integritásomat, a személyiségemet, és ez volt az, ami elfogadhatatlan volt aztán már a számomra. Tehát akkor végül is úgy érezted, hogy azért, hogy a szervezethez való lojalitás, vagy a Krisztushoz való lojalitás között kényszerítenek választásra? Még csak így sem fogalmazódott ez akkor meg bennem. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy a szervezethez való lojalitásnak az volt a feltétele, hogy én önmagamat adjam föl. Azt, amiben hiszek, aki vagyok, és ez volt a döntési pont. Igen, tehát akkor a test elkezdett kilökni magából, mint idegen testet. Oké. Kikerültél egy szervezetből, és aztán milyen alapon kerestél másikat? Igen, én 10 évig jártam a gyülekezetbe, ahol megtértünk, utána volt egy több mint 2 éves szünet, és aztán 17 évig jártam egy másik gyülekezetbe, amelyik teológiailag gyökeresen, karizmatikusság szempontjából eltért
az első gyülekezetet, ez egy szuper karizmatikus gyüli volt, ez a második, ez pedig inkább az ellentéte. Ami jellemző volt mind a két gyülekezetre, amit ma már meg tudok fogalmazni, az az, hogy iszonyatos erős gyülekezeti identitást épített ki az emberben. Tehát a gyülekezethez tartozás jelentette azt, hogy én hívő vagyok. És mivel az első gyülinél talán még hatványozottabban így volt, mint a második esetben, el se tudtuk képzelni, emlékszem, hogy ott sírtam, szó szerint folytak a könnyeim, amikor úgy volt, hogy már ide nem mehetünk, de nem tudtuk elképzelni, hogy hogy fogunk az Istennel járni, élni tovább. És azt tudtuk, hogy az Istennel meg élni akarunk, az nem volt egy pillanatra sem kérdés, hogy ennek nincs alternatívája. De két évig nem mentünk sehova, mert annyira belénk nevelték, hogy az a közösség, és nincs más, és az a legjobb, és hogy mindenki más, csak hamisítvány, hogy nem tudtuk elképzelni, hogy mi lesz. És két év után Isten adott a szívünkbe egy ésséget, hogy igen, el kell menni közösségbe. És hát ez egy vicces sztori volt, mert egy barátunk fölhívott, és mondta, hogy szeretnének valamit megbeszélni velünk. Elmentünk, együtt vacsoráztunk, és akkor beszéltek a másik gyülekezetről, ahova aztán 17 évig majd jártunk. És bementünk ebbe a gyülibe, otthon éreztük magunkat, és utána kiderült, hogy ők tulajdonképpen akkor éppen MV-eztek, és az MV miatt akartak találkozni velünk eredetileg is, és hogyha ezzel kezdenek, akkor soha az életbe be nem tettük volna a lábunkat abban a másik gyülekezetben. Úgyhogy ez is csak így Istennek egy olyan kedves gondoskodása volt, hogy elkezdtem. Most mondtad, hogy beléptetek, otthon éreztétek magatokat. Ez mit jelent? A belépés részét értjük. Igen, tehát ez úgy történt, hogy amikor úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy most már el akarunk kezdeni gyülekezeteket keresni, tehát valahova tartozni szeretnénk, akkor mentünk gyülekezetről gyülekezetre, és akkor már meglátogattunk, nem tudom, 4-5 helyet, és sehol nem volt az a feeling, hogy ide szeretnénk visszajönni. És amikor erre a helyre elmentünk, akkor meg egyszerűen csak tudtuk, hogy igen, ez az a hely. És ez egy természetfölötti dolog, tehát Isten szelleme elvégzi ezt benned, hogy ott nem érzed otthon magad, itt meg otthon érzed magad, vagy van ennek valami természetesen is megragadható része? Akkor ennek nem volt természetes része, mert hogy bementünk az épületbe, még nem hallottunk egyetlen tanítást sem, nem találkoztunk senkivel. Abban a szempontból talán ismerős volt az épület, hogy a másik gyülekezettel korábban már jártunk ott, de nem hiszem, hogy ez volt a meghatározó, mert aztán az az üzenet, amit hallottunk ebben a második gyülekezetben, az annyira eltért attól az üzenettől, nem az evangéliumot tekintve, hanem egyebeket tekintve, mint amit korábban hallottunk, hogy 5 évig tartott, amíg úgy igazán megértettük azt, amit ma úgy nevezünk, hogy a kegyelmi üzenet, hogy Isten mennyire szeret. De az, hogy mi ott abban a gyülekezetben otthon éreztük magunkat, az az első pillanattól fogva megvolt. Igen, tehát ez alapvetően akkor egy természet fölötti élménynek nevezhető, ez az otthonosság érzés. Mennyire játszott szerepet a gyülekezetben a prédikáció, a dicséret, a maga a mód, ahogy a gyülekezet megélte a hitét? A dicséret az talán azért nem, mert az előző helyen nagyon-nagyon jó volt a dicsi, hatalmas hangsúly volt ezen. A második helyen minőségében összehasonlíthatatlanul alacsonyabb volt a színvonal. A prédikációknál meg nem értettük sokáig, tehát mindig vártuk, hogy jó, Isten kegyelmes, Isten hűség és Isten jó, de mikor beszéltek már a bűnről? Hogy azért nem kéne. És ez állandóan ott volt bennünk majdnem 5 éven keresztül. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez is az Istennek a kegyelme volt, hogy mit tudom, egy hónap után nem álltunk föl. Tehát vaszak volt a dicséret, idegesítők voltak a prédikátorok, de otthon éreztétek magatokat. Igen, de valahogy mégis az a szeretet, amivel akkor is ott találkoztunk embereken keresztül, az megfogta a szívünket, az új volt.
Ez abszolút új volt, hogy nem kell teljesítenem, hogy olyan lehetek, aki vagyok, hogy nem próbáltak meg pusolni semmilyen irányba, hagyták, hogy szépen a magunk tempójában növekedjünk. Talán ez volt az, ami ott tartott. Igen, hát ugye Bartos Laci híres mondása volt, hogy a legtöbb, amit az egyik keresztény a másiknak adhat, hogy békén hagyja. Akkor ezt átéltétek a közösségben. Jó, hát akkor a másik Zolit is foggatnánk erről, hogy ez a te esetedben hogyan történt? Hát mi is 98-ba jöttünk ki. A 98 az egy emlékezetes év volt nekünk személyesen is. De vidéki közösség volt. Hát nem mondom, hogy ahol éltünk, az egy hatalmas meg a vidéki gyülekezet volt, de az előző gyülekezetünknek az egy ilyen 80-100 főt megmozgató térségi kis közössége volt, és az úgy gyakorlatilag olyan 70-80%-ban komplett 98-ba lelépett, hozzátok hasonlóan. És hát akkor voltak azért közös kapcsolatok is, meg még utána sokáig jártatok hozzánk. Hát egy útkeresés volt akkor. Én annak a közösségnek az egyik ilyen első hívője voltam, még a 93-ban, amikor alakult, és hát kerestük, mint ahogy ti is kerestétek, kerestük, hogy mi van a nagy éra után, és hát eljutottunk egy szintre, ami úgy sokáig jó volt, és akkor hát eljutottunk arra, hogy családias alkalmak voltak, tanításban, ja. Dicséretben nyilván nem eljutott egy vidéki alkalom, amit lehetett, kihoztunk belőle vidéki közösségként. De ami bennünket megmozgatott a következő lépéshez, ez ugye 2017 és 18 környékén volt, ha ugorhatok ide, az a gyerekeink, mert hát mi úgy indítottuk a gyerekeinket, meg azt szerettük, meg toltuk, hogy minél több ilyen keresztény, hát ilyen elképzelésünk volt, hogy minél több keresztény összejövetelen táboron, stb. Vegyen részt, és akkor hát, ha történik velük valami. És hát sok minden történt velük, de az egy korlátozott esemény volt, ami vidéken ezt ebben segíteni tudott, és ezért elkezdtünk följárni hozzátok a kitbe. De ilyen külsőként néztünk még rátok, sok embert néhány embert ismertünk, de hát nem volt még ez a személyesség nagyon. Hát gyerekeink följártak, épültek, utána mi is néhányszor megjelentünk nálatok alkalmon, és 4 évvel ezelőtt, 2018-ban, ugyanitt Vajtán, ugyanebben az időszakban volt egy döntés, amikor is bejelentkeztünk a pásztor Ervinnél, hogy szeretnénk csatlakozni. De akkor tehát nem tömegével jöttünk, hanem mi úgy gondoltuk, hogy most már ez fontos lehet ez a lépés, mert már elég sokat jártunk, de hogy úgy azért ez már legyen valami formája. És hát nagyon emlékezetes volt az a tábor, akik kiemelnék, hogy 2018-ban sokat beszélgettünk velük, azok a Pali és a drága felesége, mert ővelük egész sokat. Hampaliról. És olyan jókat beszélgettünk, és hát mi is jöttünk a mi kis sérelmeinkkel, hogy mi nem volt jó amott, és nálatok meg mennyi minden olyan jó dolog van, jó az üzenet, és
ez volt a fontos, az üzenet. Nekünk ez, vagy talán ez volt a legfontosabb. Az üzenet, hogy az úgy helyre álljon, és hát akkor a kegyelem üzenete, ami azóta se csitult itt, de akkor talán még jobban fókuszban volt 2018-ban, a kegyelem üzenet, ez megragadott bennünket. Tehát akkor, és ami nektek fontos volt, az, hogy a gyerekek jó helyen legyenek, a gyerekek az Úr közelébe legyenek. Igen, és az üzenet. Ez egy fontos. Meg az, hogy legyen személyes kapcsolat. És utána indultak el ezek, meg legyenek személyes kapcsolatok, és hát Paléken kívül még néhány ismeretlen családdal azért találkoztunk, és azóta is több ismerősünk lett. Utána hát megint kinyílt a tér, ahogy 98-ban megláttuk, hogy van más is, és tényleg hát milyen színes ez az állatkert, és vannak mások is, akik megélik a hitüket, és ugyanígy 2018-ban is egy ilyen élmény ért bennünket, és hát egyre több személyesség is van azóta is. Nem mondjuk, hogy elértük volna még, de lehet, hogy nem lesz az a 15-20 ember, akit talán tegnap a Pisti mondott, hogy annyihoz oda kell mennünk, mert akkor nem vagyunk jó táborlakók. De óriási, hát hogy... Hát ez csak egy ajánlás, amennyiben egy célt el szeretnél érni. Persze. De őszintén jó, és építő, és élvezzük. Hát mi is azóta azért már értünk, hát én is már... Ugye 20 éves voltam, amikor megtértem, 30 éve, tényleg a 30 éves hívő életemből szokták mondani, hogy simán le lehetne tagadni, de hát az Úr jelenléte mindig ott volt. De hogy most már így a 5 felé is érik az ember, és nagyon fontosak a kapcsolatok, és óriási, hogyha sikerül leülni, beszélgetni, egy-egy ebéd, reggeli, vacsora, vagy kettő között, és az óriási, és én élvezem. De ez nekem nem csak ebbe a közösségbe élvezetes már, hanem úgy az életbe is élvezetes és fontossá vált. Még a munkahelyemen is, hogy sokkal jobban élvezem az ilyen társalgásokat, mint a munkát, de hogy ez fontossá vált, mert nem tudom, megöregettünk, vagy kevésbé lettünk már fiatalok. Igen. És óriási. De élvezzük ugyanúgy a dicséretet, professzionális, a igehirdetés óriási, és most viszont, ami már egyre jobban azért felmerült, hogy esetleg valamit még talán tudunk mi is adni. Csinálni kell már valamit. Valamit kéne már. Kell egy csapat. Jól van. Akkor Rebihez fordulnék most az ügyben, hogy ugye te egy másik nemzedék vagy, másképpen nőttél fel, másképpen szocializálódtál, mint mi. Egy ponton, ugye mi szerettük magunkat kórházgyülekezetnek hívni sokáig. Talán most már kezd lekopni rólunk ez a címke. Sokáig le akartuk vetni, de nem tudtuk. És talán most már azért nem, mi sem gondoljuk, hogy ez volna a fő profilja a közösségnek, a gyülekezetnek. És ugye éppen a fiataloktól kaptuk meg azt, hogy ők már baromira unják ezeket az ilyen gyógyító üzeneteket, hogy jaj, hát nem harap az Isten, nem bánt téged, ne féljél már, meg mit tudom én, micsoda, és hogy sokszor érzitek úgy, hogy hozzátok ezek nem nagyon szólnak, vagy másra is vágynátok. Mennyire meghatározók az üzenetek a te életedben? Hát valami... Elszenveded őket, azért találsz benne itt-ott egy-két dolgot. Mert mi ugye vénfószernek prédikálunk a többi vénfószernek. Mindenki csak a saját. Én vénfószer prédikálok a többi vénfószernek, azok se hallgatnak meg. De hogy számotokra... Vagy neked személyesen ez hogy jön le? Hát őszintén szóval nekem, mondjuk, szóval hozzám sokkal jobban eljut így bármilyen üzenet. Például, ha mondjuk veled beszélgetek személyesebben, vagy
az elvonulás, amikor az Emilékkel meg az Erwinékkel beszélgettünk, és konkrétan két mondat, és abból így jazzel voltunk, hogy így két mondatot mondtak a konyhában, és így voltunk, hogy wow, te jó ég. Szóval ilyen olyan igazságokat, amiket napig gondolkoztunk. Szóval viszont a tanításoknál hát nem annyira személyes, lehet ezért is, hogy nem annyira így jön át. Vagy lehet az, hogy nem annyira így konkrét, hogy ugye elég ilyen konkrét dolgokkal küzdünk általában én. Mert hogy ilyen, hogy jó, most van egy probléma, és konkrét megoldás kell, mert ha nem, akkor igazából megmarad a probléma. Kicsit ilyen érzés. És hogy ugye a tanításokkor nem annyira ilyen személyes, meg konkrét, hanem így talán kicsit általánosítva, hogy nem tudom, szomorú vagy, mert hogy nem tudom, beteg az anyukád, nem baj, Isten szeret. És ne legyél szomorú. És ez is nagyon jó, egy szintig nagyon jó. De hogy nem beteg az anyuka, nem vagyok szomorú, akkor most mit csinálja? Hát, igen, hogy talán, igen, hogy, de szerintem nem amiatt, ami a téma, vagy ami mert a kegyelemre igazából mindig, szóval az egész életünket így végig kell, hogy kísérje meg, ez mindig jó. Igen, de mondod, hogy neked hogy az alapélményed volt az Istennel való találkozásban, hogy Istennek te vagy a minden. Tehát ez neked nem kérdés. Igen. Csak a valláskárosultaknak kérdés, akik így tértek meg, aztán valahogy megmagyarázták nekik, hogy talán mégse. Igen. És akkor most újból meg kell magyarázni nekik, hogy de igen. De igen. Ugye te egy teljesen más indítatásból érkeztél, gondolom, hogy jó, hát a vádló az vádló, de hogy olyan nagyon azt nem sínyletted meg, hogy vajon az Isten szeretett téged. Nem annyira. És mi volna az, amiről úgy érzed, hogy neked fontos volna, ami megszólítana? Fú, hát most ebben az időszakomban, meg szerintem a többieknek is ilyen gyakorlati dolgok, amik már ugye ez a szellemi dolgokban szerintem már ugye stabilak vagyunk, és viszont ugye az élet elején állunk, és ilyen gyakorlati dolgok, vagy tapasztalatok, meg tanácsok, az nagyon sokat ér. Szóval, hogy nem ennyire így a szellemi dolgok. És azt lehet a pulpitusról általánosságban, vagy a sokkal jobb inkább személyesen? Hát nekem az a véleményem, hogyha merik ezt, akik beszélnek, akkor a pulpitosról sem feltétlenül kell általánosságban beszélni. Hogy nyilván nem mindent kell kiteregetni, de hogy igen. Igen. Mert ugye most elképzelem magam, a pulpitusról beszélek arról, hogy milyen az, amikor mondjuk a életed első állásába elmész és kezded a munkafrontját. És ez a kihívás engem már nem érint, tehát ez úgy nem él bennem, és külön felkérésre beszélnék ilyesmiről. Uh-huh. De hogyha jelzitek, meg felkértek bennünket, meg elmondjátok, hogy mik ezek, szerintem biztos, hogy inspirál minket, magamtól nem biztos, hogy eszembe jut, pedig nekem is komoly szellemi élmények kötődnek ahhoz, mikor munkát kerestem életembe először, albérletet kerestem életembe először, és így tovább, és ezekre most már olyan viccesen nézek így 60-hoz közel, de tudom, hogy akkor borzasztó nagy küzdelmek és nagy harcok voltak. Igen, vagy hát nem is feltétlen kell olyan, szerintem olyan tapasztalatokat, amik mondjuk 10-20 éve történtek, hanem ilyen, ami a gyakorlatban így minden nap történik veletek. Szerintem, vagy nekem annyira megmaradtak azok, amikor a Furis Attila, vagy a Feri így ilyen egy fél percben így csak egy kicsi betekintést adott az életükbe, hogy az unokáimmal ez van, vagy amikor az Attila beszél az otthoni helyzetekről, vagy a lányairól, vagy és hogy ezt így ugye hozzáfűzi a szellemi élethez. Azok annyira így bennem maradnak, mert így tudom hova kötni, tudom, hogy jó, akkor ez egy példa, hogy jó, akkor így is működhet. Szóval, hogy így össze van kötve a gyakorlat, meg a szellemi dolog. Uh-huh. Tehát akkor végül is téged az inspirál a legjobb, vagy azt élvezed a legjobban, hogyha van egy az életből vett konkrét helyzet, amit hitben, szellemben valahogy sikerült megoldani, és ez akkor a számodra is vagy megoldást jelent, vagy inspirál arra, igen. Hogy lehet ezt megoldani. Igen, igen, mert szerintem, hogyha ugye én picit valláskárosultak, vagy nem tudom, akik így lelkileg nem vannak, nincsenek jól, azoknak az a legjobb, mikor a lelküket, meg szellemüket így pátyolgatják. Szóval erre van szükségük. Viszont úgy érzem, hogy mi, akik ugye viszonylag miattatok is stabil alapról indulunk, emiatt sokkal inkább, hogy rendben vagyunk lelkileg, és a gyakorlatban élünk. És hát igen, hogy arra így van szükségünk, hogy konkrétumok legyenek. És egy idő után már így nem annyira talán táplál ez, hogyha
így a lelkünk, meg a szellemünk van. Vagy hát nem tudom. Igen. Nem tudom. Csak megjegyzésként mondanám, hogy ebben van egyfajta ambivalencia, mert mikor a gyerek iskolába jár, nem érti, hogy miért kell matekot tanulni, nem érti, hogy mire való a történelem, minek neki kilódni Homéroszsal, és mit tudom én, micsoda, sok mindent nem ért, de és ebben nagyon sok igazság van, tehát tényleg hülyeségeket is csinál. Másfelől viszont ugye azok, akik tanítják őt, azok tudják, hogy mi vár rá. Tehát, hogy az a 40 év, 50 év, ami előtte van, ami pályát be kell futni, ahol szüksége lesz bizonyos dolgokra. És ez ugye a prédikációkban is így van, hogy én a saját élet távlatomból már látom, hogy mire lesz majd szükséged, és elkezdek arról beszélni. De az még nem biztos, hogy téged megszólít ebben a korszakban, mert még nem látod, hogy eszembe fog jönni 5 év múlva vagy 10 év múlva, és akkor ezekre az igazságokra szükség lesz. Másik oldalról meg szerintem teljesen jogos, tehát nekünk is valahol tudatosítanunk kell azt, hogy ez egy teljesen jogos igény a részetekről. Igen, viszont az viszont fix, hogy most vagyunk ilyen helyzetben, szóval az nem jelenti azt, hogy az elmúlt 5 évben nem arra volt szükségünk, amit kaptunk. Mert ezen gondolkoztam, hogyha nem kaptunk volna ennyi lelki, meg szellemi támaszt, meg táplálékot, akkor lehet, hogy sőt, valószínűleg most nem lennénk stabilak, és most össze-vissza lennénk, és nem tudnánk, hogy kik vagyunk, az identitásunkat Istenről se tudnánk, hogy hogyan viszonyul hozzánk. Szóval ez csak én most így 23 évesen ebben a helyzetemben mondom. Igen. Provokatív kérdés lesz, de mi az a két dolog, ami mindenképpen változtatnál a gyülekezetben? Nem ígérem meg, hogy változtatunk rajta, csak kíváncsi vagyok. Fú, erre szívesen válaszolok, de kell a 2 perc, hogy átgondoljam. Addig. Rendben. Akkor a többiek addig hadd szóljanak. Hát ha és amennyiben nyilván... Én nem tudok arra válaszolni, hogy ebben a gyülekezetben mit változtatnék. Ami szerintem nagyon sok, ez általánosítás. Én úgy gondolom, hogy sok gyülekezetre jellemző, hogy megfordult egy nagyon fontos sorrend. És a hívő azért van, hogy a gyülekezetet erősítse. Hogy a gyülekezet szolgálata növekedjen, minden jól működjön, minél több evangelizáció legyen, és a gyülekezet kerül a hívő fölé. Holott én úgy gondolom, hogy a sorrend az pont fordított, hogy a gyülekezet azért van egy olyan közösség, egy olyan tér legyen, ahol az egyén tud megerősödni, tud növekedni, minél közelebb tud jutni Jézus személyéhez. Hát az egyik nekem az, hogy még több fókusz a fiatalokra, ők a következő generáció. Nagyon sok mindent csinál a BPA a fiatalokkal, de talán lehetne még többet. Nekem ez az egyik, talán másik meg, nem akarok másikat mondani, mert örülök, hogy befogadtatok, úgyhogy jó vagyok itt. Nem kell piszkálni. Nézek a többiekre, de szerintem amnesztiát adunk látatlan, hogyha nyugodtan vagyod. Hát most jó iránynak tűnik ez a kis csoportos. Én mióta megtértem a eszemet, tudom én kis csoportok része vagy vezetője, vagy bármi, mindegy, mi voltam, de kis csoport az jó. Tehát ez egy második lába a közösségnek sok-sok egyéb mellett. Itt ugye talán a fő fókuszban a hétvégi alkalom volt, de én a kis csoportokat óriási jó iránynak, nagyon jó iránynak tartom, hogyha azok tudnak erősödni, mert ott tud megélődni a személyes élet, nem a hétvégi alkalmakon feltétlen, tehát ott talán kevésbé. De hát a kis csoportok azért, ezek mindenféle szerveződés van, tehát amit hallok. De hogyha ez még jobban fog erősödni, szerintem az és még jobban fókuszban lesz, az segíti a közösséget.
Rebiben megérett? Egy dolog, igen, de igazából ebben a gyűliben, vagy nincs konkrét így tapasztalatom így ezzel a gyűliben, vagy ebben a gyűliben ezzel a dologgal kapcsolatban, de így ámblok talán a keresztényekre ez így jobban igaz, mint a nem hívőkre. Szerintem amit változtatnunk kell, hogy kicsit olyan, mint hogy nagyon össze lennénk nőve, és hogy mindenki a másnak a problémáját, meg a dolgát, az így nagyon a szívén érzi. És nem a jó értelemben, hanem hogy tudjátok, mikor így nagyon meg akarjuk mondani egymásnak, hogy hogyan kéne élni, hogyan nem kéne élni, hogyan mi bűn, mi nem bűn, és hogy így kicsit mintha, és ebből fakadóan egy csomó ilyen pletyka, így kezdődik, meg csomó ilyen rossz indulat, hogy szerintem neki az életének így kéne haladni, és nem úgy halad, szóval valószínűleg nincs Isten vele, és hogy valószínűleg rossz irányba megy. Szóval ez az ilyen túlságosan egymás életébe belemászni, és hogy így eldönteni, hogy jó, igen, hogy a másiknak mit kéne csinálnia. Hol van a helyes arány akkor? Mert nyilván az, hogy közömbösek legyünk, és nem érdekel, mit csinálsz, az se jó. A másik az, hogy véleményt formálok felületes információk alapján, meg mit tudom én, belelátok olyat, ami nincsen, az se jó. Hol van ebben a helyes arány szerinted? Hát most mondanám azt, hogy ami az én hatásköröm, ott tevékenykedjek csak, viszont ugye ez relatív, mert valaki azt érzi, hogy a mindenki az ő hatáskör, mindenkinek be kell szólnia. Nem is tudom. Talán így minden ilyen ítélkezést kiölni magunkból, meg nagyon megértőnek kell lenni. Meg mindenki, hogy saját megértőnek kell lenni egyrészt, és nem ítélkezni, és másrészt meg, hogy a saját életével foglalkozni, és hogy nem. Szóval, hogyha mondjuk valami nekem nem jól megy, ezt nem úgy kompenzálni, hogy neki még rosszabbul megy, és mindenkinek elmondani, hanem a saját problémámat megoldani, és segítséget kérni, és nem pedig mást így aláásni. De mondom, amúgy nincs annyi ilyen tapasztalatom, csak így ámblokk, ez így feltűnt. Rendben. Akkor az utolsó kérdésköröm, és akkor megint a Montvai Zolihoz fordulék ez ügyben, az, hogy amikor te elmész a közösségbe, miért mész el? Mit vársz? Mi az, ami miatt felkelsz, megmosakszol, felöltözöl, útra kelsz, elmész? Alapvetően azért, hogy valahogyan Istennel találkozzam, van bennem egy remény arra, hogy az üzenetből hallani fogok valami olyat, ami számomra személyes. Tehát azt otthon is meg tudod nézni online. Hadd fejezzem be. Te sok macera fel kell menni. Sugallja a Tamás, hogy mit mondjak. De persze, hát a közösségért is megyek azért, hogy emberekkel találkozzam. De van, aki meg nem. Sugallni, csak egyszerűen... Hát akkor még félre is értettem, amit sugallni akar. Hát... De egyébként meg, hogyha autonóm gyülekezettel kapcsolatos konkrét problémákról szeretnétek hallani, akkor javaslom, hogy Vágó Péterrel beszélgessetek. Ő a gyűjtője? Nem probléma, rendben, nem. Megfogadjuk a tanácsot. Ja, hát én alapvetően az üzenetet... Az, hogy az üzenetet a gyülekezetben hallgatod meg, és nem a képernyő előtt. Mi a különbség a kettő közt? Ha van... Ha erre szűkítem le, akkor nem feltétlenül van különbség. Nyilván benne van az, hogy találkozzam hívőkkel, vasat a vassal, tanuljak. Vannak testvérek, akik online megnézik az összejövetelt, majd a végére eljönnek találkozni. Nekem ez tetszik. De tehát... csak ha közel laknak. Tehát, hogyha nem úgy értem, hogy ha ő így tud épülni, és ez számára ez jelenti az áldást, akkor szerintem ez rendben van. Tehát nekem az egyik problémám a gyülekezettekkel az, hogy akarva, akaratlan, valószínűleg azért, mert több ember összejön, muszáj valamiféle rendet kialakítani, és aztán ez a rend, ami elkerülhetetlen, be tud merevedni egy változtatatlan rendszerré, és ez meg tudja folytani az életet. És ez egy nehéz feladat, hogy ezt hogy tartsuk úgy, Ez a kreatív rendetlenség. A kreatív rendnek mondanám inkább. Zoli, hát
te miért kerekedsz föl és mész el? Mert amikor fiatalok voltunk, akkor tudtuk, hogy növekednünk kell. Nem ismertük a Bibliát, akartunk hallani Istenről, akartuk tudni a dolgokat, és ez nagyon motiváló, tanulni, tudni akartunk. 30-40 év után ez a fajta motiváció nyilván megváltozik. De akkor most, ugye a Gyervin is elsütötte a szakállas viccet, én tudom, miért megyek, mert én vagyok a lelkész, és én fogok prédikálni. De te miért jössz el meghallgatni, ha eljössz? 2020-ban volt ez a hosszabb időszak, amikor online lehetett csak, és a Murányiból próbálkozott a közösség üzenetet átadni, meg dicsőíteni, és óriási volt. Tehát én mindig bekapcsoltam, biztos én vagyok egyedül, ti nem így csináltátok, de én bekapcsoltam az alkalom kezdéskor a tévét, és akkor ugyanúgy, mintha ott lettem volna, próbáltam átérezni. És akkor volt az első alkalom nyáron, talán 2020-ban, ott abban Ex-Gans, vagy nem, a Sion gyülekezett, nem tudom. És akkor bementem, hát nem tudtam rávenni senkit, hogy jöjjön velem, így a családból, de én elmentem, és hát mondom, hát ez... Pedig hát az egy olyan terem volt, ami, hát nem tudom, szerintem sokaknak kiverte biztosítékot, de engem mondjuk ez nem annyira zavar, de hát ez egyszerűen egy fenomenális élmény volt a tévéshez képest. Tehát én összesen lehet hasonlítani az élményt szerintem, és ez csak az élmény. Hogyha még tud az ember beszélgetni emellett, két szót váltani személyekkel, rá tudunk köszönni, dumálni egyet, és vagy meghallgatni, vagy bármi, az meg szerintem, én ezért megyek. Tehát, hogy a személyesség nekem sokkal több, hogyha, pláne, hogy most még lehet menni, vagy van rá lehetőség, hát nem nagyon tudnának lelőni, hogy ne menjek. Nekem ez, hát ez nem tudom, ez ilyen én betegségem, de tényleg ez nekem fontos, a személyes jelenlét. Hát, és azt meg keresem mindig, hogy mi az, ami motivál belülről az Istennel kapcsolatban, és hát eszembe jutnak mindig ilyen régi élmények is, de azért keresem az újat is, hogy 2022-ben mi az, ami motivál, és azért elhangoznak az üzenetekbe olyat, hogy ezt még nem feltétlen hallottam így, és ez érdekes, és nagyon jó, és épít, meg próbálom áttransformálni a hétköznapokra, ugye, hát... dolgozó emberek vagyunk, és hát azért az a jó, hogyha vagy van, aki dolgozik, van, aki kevésbé, vagy vállalkozó. Én alkalmazottként próbálom áttransformálni kapcsolataimba azt, amit hallok, és nekem a személyes az sokkal jobb, mint a online. De hát azt is látni kell, hogy az online frontnak is óriási lehetőség van benne, mert hát van online része is a közösségnek, és az is óriási, de ha már ott vagyok, nem túl messze, 10 kilométer, 5 kilométer tömeggel el lehet menni, akkor hát nem tudnának lelőni, hogy ne menjek. Nekem ez, hát nekem nagyon fontos. Ez nálad alkati kérdést. Alkati, abszolút, tehát én nem tudom, én így vagyok. Genetikailag. Jól van. Akkor az utolsó kérdésköröm az lenne, és akkor lassan végére is érünk a beszélgetésünknek, hogy tegyük fel, hogy... Rebi lesz az első, de mondhat bármit, amit szeretne. Tessék? Az előző kérdésre? Meghallgatjuk. Hát pont azon gondolkozom, hogy jaj, de jó, hogy innen maradtam, mert... Felteszem a következőt akkor. Ja... Vagy nem tudom, nem csak azért, mert hogyha kicsit magában néz mindenki, akkor ugye nem mindig olyan szentek a motivációink, hogy azért közösségbe menjünk, még hogy nem minden héten az, hogy fú, nagyon vágyom Istenre, és hogy fú, most nagyon csak ezért megyek, hanem ugye mindig más. Igen. Ugye az az érdekes, hogy ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ugye van egy ilyen tradíciónk,
hat napon át dolgozz, a hetediken pihenj, az arra való, hogy foglalkozz az Isten dolgaival. És talán nagyon kevés hangsúlyt teszünk arra, hogy nem csak mi akarunk az Isten dolgaival foglalkozni, Isten is akar foglalkozni velünk. És ugye a személyesség, amiről beszéltek, az mindig azt jelenti, hogy a kapcsolat mélyül. Mélyebb lesz, szorosabb lesz, gazdagabb lesz, és az Istennel is így van. Tehát mindes alkalommal, amikor ez a személyesség meg tud történni, akkor ez mélyül. Van, aki ezt otthon meg tudja élni, én például nem vagyok ilyen. Tehát én nagyon szenvedtem az online közvetítésekkor, mert én szerettem volna dicsérni az Urat, de minden, de hogy most akárhogy felelősítem a tévét, amikor ott harsogok a nappaliba, furcsán érzem magam, alkati kérdés. Van, akinek ez abszolút nem probléma, nekem például probléma, és ezért borzasztóan hiányzik, hogy itt dübörög a zene, és én ordíthatok, mint a fába szorult féreg, úgy csalja senki, és én ezt szeretem, tehát az én személyességem ebben a dologban van. Jó, utolsó villámkérdés. Most az Úr szól hozzád, és azt mondja, hogy az a kívánságom, hogy alapíts gyülekezetet. Akkor mi az elképzelésed? Mit próbálnál kialakítani? Milyennek képzeled el azt a közösséget, ami számodra az ideális lenne? Csak úgy spontán. Ami eszedbe jut. Nem szabad gondolkodni. Mik lennének a szabályok, az alapkövek? Igen, tehát most hozzá kell fognod egy gyülekezetet alapítani, akkor mire tennél hangsúlyt? Mi volna fontos? Mi az, amit elsőnek tennél, megszerveznél? Hogyan kezdenél hozzá? Hát az első, nekem az lenne, ami valószínűleg itt mindenkinek evidens, hogy szabad. Az jön, aki akar, ha nem jön, akkor nem baj. Nem jönne senki. Akkor, ja. Hát először valahogy ugye rá kell venni az embereket, hogy jöjjenek. Hát nem, megkeresném azokat az embereket, akik szintén vágynak erre. Tehát akkor elsőnek szerveznél egy csapatot. Igen. Olyan emberekből, akik szintén akarják ezt. Igen. Mi lenne a második? Beszélgetnék velük nagyon sokat, eldöntenék, mi legyen az alapköve, és aztán imádkoznánk valószínűleg. És miből indulnátok ki? Azt, amit szükséges megcsinálni, vagy azt, hogy milyen emberek vannak? Ezt hogy érted? Hogy elhatározzuk, hogy kell gyerekszoli, kell gyűjtés, kell portaszolgálat, kell, tudom én, és ezért kijelöljük az embereket, és a megfelelő szolgálatokhoz hozzárendeljük. Vagy azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy itt van ő erre alkalmas, akkor ez lesz. Itt van ő, ez erre, nincs olyan ember, aki erre alkalmas, az nem lesz. Hangosítás nem lesz, mert nincs megfelelő ember. Jó kérdés. Hát... Szerintem az, én azt csinálnám... Ami neked fontos, tehát most ez a kérdés, nem kell leckésztetni akarlak, csak hogy a választadod kellene, melyik úton indulnál? Hát azon, hogy berakni embereket olyan területekre, amik szóval nem fixen az ő elhívásuk még, vagy szolgálatuk. Aha, tehát a területekhez rendelnél embereket, és nem az emberekhez területek. Igen, mert szerintem sokan még akárhány évesek, nem mindenki tudja teljesen, hogy milyen ajándékai vannak. Szóval szerintem amíg élünk, ez folyamat, mi kitaláljuk, és hogy lehet, hogy ott talál rá, de hogy nem erőltetném. És akkor mi volna az az öt terület, aminek szerintem mindenképpen lennie kell ahhoz, hogy a gyülekezetet gyülekezetnek hívjuk? Mi kellene egy ilyen szervezetben, egy ilyen gyülekezetben legyen? Mondom, hát, nem leleszkészíteni akarlak, csak kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami neked eszedbe jut erről, vagy mi az, ami így spontán elsőnek kijön a... Hát szerintem mindenképp kell egy vezető, aki kitalált ezt az egészet, magyarul egy pásztor. Igen, egy darab, kettő, öt. Hát minimum egy, és szerintem amúgy nőként is. Szóval, hogy egy nő is egy férfi. Hogyha van erre lehetőség, akkor ezt csinálnám. Egy nő, egy férfi, vagy egy házaspár? Igen. Aha, ez az első, aztán? Nem tudom, nem alapítottam még Gyulit. Hát, itt az ideje. Most is csak elvéletben kell. Szóval, milyen szolgálatokat? Mire tennél hangsúlyt? Összejönnénk, és majd lesz valami, spontán összejövetek lennének. Mindenképpen kell legyen igehirdetés, semmiképpen se legyen igehirdetés. Akapella dicséret legyen, hangszeres dicséret legyen. Hát én személy szerint... Ne legyen dicséret. De, hogy akinek van ilyen zenei javínája, azt... Nincs. Nincsen? Hát akkor...
Akkor beraknék dicsit, és akkor megnézném, hogy a... Képzene. Igen, hogy arra... Mi? Gépzene. Igen, hogy a... Szóval, hogy ezen keresztül mennyire tudjuk Istent megtapasztalni. Nem, valószínűleg azt csinálnám, hogy minden, ami eszembe jut, akár új dolog, akár hülyeség, akár izé, kipróbálnám, hogy... Ja, lehet, hogy ezt csinálnám, hogy nem először dicsőítés és igeolvasás és tanítást, szóval az ilyen megszokott dolgokat kezdeném el, hanem mindenféle újat, és szóval lehet arra vezetném ugye, a közösséget, hogy új módokon tapasztaljuk meg Istent. Szóval nem csak ez egy módon, hogy jól leülök Bibliát olvasni, és akkor csak úgy szólhat Isten, hanem nem tudom, bármin keresztül, bármilyen más kreatív dolgon keresztül, ja, valami kreatív dolgot csináltatnék velük. Tehát, hogy feldobnád a formákat, hogy ne ilyen... Igen, vagy kimenni, nem tudom, természetbe, vagy játszani egy valamit, vagy... Szóval mindenféle ilyen idézőjelben világi dolgot kipróbálnék, és így tudatosan szerintem ez erre ösztökölnék mindenkit, hogy jó, ez valójában egy Isten tisztelet, és hogy így az érzékeinket így nyitva tartani, hogy jó, hogyha most leülünk társasozni, azon keresztül Isten mennyire szól hozzánk, vagy hogy... Igen. Valami ismi. Akkor az Olikat is meghallgatnánk arról, hogy szerintük mik a legfontosabb kellékei egy közösségi összejövetelnek. Én csatlakoznék a BPA-hoz. A hizelgő beszéd megrontja a szívet, azt mondja. Igen. Kell egy csapat, ez nagyon. Tehát a csapat kell. Minariked egy gyülekezetet. Igen, kell egy csapat. Hát szerintem nekem még mindig, nyilván a korosztálytól függ. A korombelieknek biztos, hogy elég fontos a imádkozás, bibliatanulmányozás, elindítása, dicsőítés, ha kell, akkor gépzene, tehát hogyha nincs közöttünk olyan, aki... Ha ezekből mind csak egyet választhatnál, mi az az egy, amiről azt mondod, hogy azt mindenképpen? Azt mindenképp? Csak egyet. És csapattal csinálhatom. Így van, összejöttök, és csak egyet csinálhatok azokból, amit felsoroltál. Hát ez a, én nekem az imádkozás lenne. Köszönöm. Imádkozás. Okay, nekem a Biblia tanulmányozása, és így a dicsérettel kapcsolatban, én most egy kínai gyülekezetbe járok, ahol nincsenek zenészek, YouTube-ról megy a dicséret, és kínaiul megy a szöveg. Tehát én annyira ebben nem tudom beleélni magam. Ott a kivetítőstől továbbképzésre elmegyünk. Ott nincs jelentősége, mert kínaiul van, tehát úgyse értem. De... És kínaiul prédikálsz? Nem, én angolul prédikálok, és kínaiul fordítják. És ami számomra fontos lenne egy gyülekezetben az, hogy abból indulok ki, hogy egy gyülekezetben hívők jönnek, alapvetően, nyilván újak, régiek, és ezért mondanám azt, hogy a Biblia tanulmányozása közösen, hogy ez milyen formában nem feltétlenül kell, hogy valaki kiálljon és prédikáljon, de ami nagyon fontos szerintem az, hogy a megértésnek az alapjait lerakjuk, hogy ne legyen az, hogy ezt is jelent, meg azt is jelenti az ige. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. De mindenképpen ige központú közösségre szeretnék törekedni. Igen. Hát akkor zárszóként ugye a szintén szakállas zsidó viccet mesélném el, amikor Kome Grün ugye hajótörés szenvednek, és kikötnek a lakatlan szigeten, mindenki hozzá fog építkezni, és Grün is épít két zsinagógát, meg Kohn is épít két zsinagógát, és akkor összetalálkoznak, és akkor kérdezi Kohn, hogy látom Grün, hogy építettél két zsinagógát, miért kettőt? Azt mondja, hogy hát az egyikben én járok, a másikban be nem tenném a lábam soha. És te miért csinál? Ugyanezért. Tehát ez a dolog lényege, hogy valóban meg kell egyezni, ugye nem járhatnak ketten együtton, ha meg nem egyeznek, és a közösség attól mély, hogyha minél több dologban értünk egyet, és minél alapvetőbb dolgokban tudunk egyet érteni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, elmondtátok. Rebinek külön köszönöm, hogy itt a meglett családapák között vállalta ezt a nem könnyű feladatot, nem könnyű szerepet, és ezt egy tapsot megérdemelnek a bátorságokért.